Üdvözlök mindenkit, ez itt a Presszó, az Alföld Televízió közéleti vitaminsora, mai vendégeim Natalis László, a civisír.hu szerkesztője és Ősz György. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Van baj elég, szokás mondani, falul is, meg városban is, és hát van is bőven. Az elmúlt évtizedek arról szóltak folyamatosan, mint Magyarországon, mind az Unióban, sőt az egész világon, meg Amerikában, meg mindenhol, hogy az a legfőbb baj, hogy nincs munka, munkanélküliség van. Erről rengeteg adatot olvashattunk, a magyar emberek is paraszkodtak, nincs mit csinálni. Ha elvégzik az egyetemet, akkor se találnak állást, ha nem végzik el az egyetemet, akkor se találnak állást. Maximum mehetnek krumplit pucolni a önkiszolgáló étterembe. Tehát egy borzasztóság volt, és állandóan ez, ezek a problémák tűntek föl társadalmi szinten. Ezt elemezték a szakemberek, ezt elemezték a média munkatársai, ezt elemezték az emberek egymás között a kocsmába. Na most mi történt? Már meg megfordult a trend. Már meg nem ez a probléma. Most az a probléma Magyarországon, hogy Nincs munkaerő. Tehát egyszerűen nincs ember, aki dolgozzon. Ez érvényes az építőiparra, érvényes a kiskereskedelemre, a nagykereskedelemre, nagyon-nagyon sok szegmensére a, a, a piaci életnek. Egyszerűen kevés az ember, aki aki dolgozzon. Ezt egyes kisebb, nagyobb multiüzletláncok például úgy oldják meg, hogy egész komoly béreket kínálnak az ott dolgozóknak. Például van olyan, amelynél egy gyakorlatilag gyakorlati állásnál lehet nettó 150-160-at megkeresni, ha valaki egy picit ennél rutinosabb vagy képzettebb, akkor 200 fölötti nettót bármikor hazavihet. Tehát egészen, és nem túl, hogy is mondjam, felelős munkakör betöltése esetén. Tehát az, azt látjuk, hogy ugyanez a béremelkedés jellemző is tettenélhető például az építőiparban, meg több más, több más területen is, de mégsem tudják a legtöbb területen, nem tudják ezt megoldani. A kérdésem az, hogy egyrészt, hogy látjátok ti ezt a folyamatot, másrészt meg majd, hogyha egy kicsit erről elkezdünk beszélgetni, akkor kiderültünk arra is, hogy mi az, amit egy ember, mi az, ami egy embert arra motiválhat, hogy, hogy mondjuk ne azt csinálja a következő tíz évében, mint amit csinált az előző tíz évében. Na mindegy, kezdjük az elején. Hogy értékeljük ezt a folyamatot? Hát ugye, aki egyszerűen bekapcsolta a tévét, vagy az interneten bóklászik rendszeresen, az körülbelül egy másfél éve már azért kezdi érezni ezt, a, meg olvasni erről a problémáról, és kezdi egyébként saját maga is érezni a környezetében. Ugye rengeteg minden eszébe juthat erről az embernek, de ugye a kérdés, a, a elsősorban arra irányul, legalábbis az egyik, hogy hogyan lehetne orvosolni ezt a problémát. Tehát orvosolni lehetne sokféleképpen, legalábbis elvi szinten, ugye mindjárt kínálkozik az, hogy milyen jó lenne, ha hazajönének azok a Nyugat és Észak-Európában dolgozó magyarok, akik betölthetnék ezt a réslám, itt már jobban is lehet keresni. A gond De ezzel ugye az, hogy mi minden lehet annyira jól keresni, mint mondjuk Nyugat-Európában vagy Észak-Európában, és hát ráadásul a munkakörülmények is mondják ők, sokkal nyugatabbak, kedvezőbbek, ami persze nem azt jelenti, hogy nem kéne ott is megszakadni sok esetben lehetne orvosolni a problémát, ugye külföldi munkaerővel, itt a kormányzati elképzelések arról szóltak, vagy azt célozták, hogy Kárpátaljáról, Ukrajnából bizony jó lenne, hogyha az építőiparba és sok más ilyen kétkezi területre érkezne munkaerő a bökkenő ezzel az, hogy az ukránok szemben láthatóan sokkal nagyobb számban a lengyel munkaerőpiacot választják, nem úgy sokkal nagyobb számban, szinte alig érkezik ö, ö, a északkeleti határ felől ö, munkaerő. És hát persze a legkézenfekvőbb lenne azt mondani, hogy azok a tömegek, százres nagyságrendű ö, 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 tömegről beszélünk, akik ma a közmunka programokat bár azért itt ö, folyamatosan évről évre csökken a számuk, de ha jól tudom, és nem akarok tényleg nagy hülyeséget mondani, mert ennek nem néztem utána, de azért ma 160-200 közmunkában, közmunkaprogramokban dolgoznak Magyarországon. Ugye legkizen legkézenfekvőbb lenne, ha belülük érkezne utánpótlás, és pont egyébként hétfőn olvastam a tájra irodának a hírei között a bizottsági meghallgatását az új Földművelésügyi miniszternek, aki azt mondta, hogy 50 ezer embert szeretnének átvinni a közmunkaprogramokból, azért, mert konkrétan ugye nincs, aki betakarítsa a termést. Hát, hogy ez hova fut ki, hogy sikeres lesz-e a kormánynak az a szándéka, hogy minél több embert vezessen át a közmunkából a piaci szférába? Ez baromi jó kérdés, ugye rengeteg OK és tanfolyam ilyen-olyan, program céloz -e, ezt érezhető a szándék mind települési szinten, mind állami szinten, de ugye azt meg sokszor olvassuk, halljuk, hogy hiába alacsony a közmunkásbér, és hiába egyre tágul a közmunkásbér és a minimálbér közötti olló, még mindig kevés ahhoz, hogy megmozdítsa elsősorban a kis településen élőket. Aztán most átadom a szót, aztán még biztos még ragozzuk ezt a problémát így felvezetül. Egy picit messzebbről indulnék, mert ugye ez a helyzet, ami ma van, szerintem ez nem az a szomorú téma, hogy kardunkba dőlünk, és nem tudjuk, hogy, hogy mi fog történni ezután, mert 10% fölött van a munkanélküliség, és alacsonyak a minimálbérek, ugye pont ezzel ellentétes maga a kérdésfeltevés is a műsor elején, hogy nagyon kevés, a, tehát bizonyos ágazatokban jelentős munkaerőhiány van, és amúgy más ágazatokban, vagy azokban az ágazatokban is egyre növekszik az a, a, a magánszféra által adott ajánlati oldal, hogy na, ha hozzánk kezd dolgozni, akkor, akkor ilyen magas összegeket kereshetsz. De azért alapvetően ez szerintem a jó oldala beszélgetésnek az más, hogy ennek a, a jó helyzetnek tekintetben, mindjárt el is mondom számokkal az, hogy én ezt miért gondolom jó helyzetnek, a megoldása tehát azt, hogy a, a, a bizonyos mobilitást elősegítsünk, tehát például a, a közmunkaprogramból át a tényleges munkavállalók felé, vagy a, az embereket emberek mobilitás készségét, aminek azért uh, európai országokban, meg világon mindenhol uh, nemzeti hagyományai vannak, hogy hány kilométerre hajlandók, Magyarországon és, a nemzeti és van, és milyen van, nem. Igen, nálunk inkább ennek, ennek nem uh, uh, átmenni. Tehát erre értem, hogy ezek szofisztikáltabb és már bonyolultabb kérdések. Ráadásul ugye, ha foglalkoztatásbeli uh, uh, olyan jellegű problémák vannak, hogy egyes ágazatokban hiány van, máshol meg nem, az vélhetően a múltban gyökerezik egy oktatáspolitikai problémában. És azt meg általában nem egy évre, nem öt évre, hanem aminek az eredménye látszik, az már inkább egy olyan tíz évves tervezésről szól. De ugye a szerintem a mai számok is egy viszonylag hosszabb tervezésnek voltak köszönhetőek, és nyilván nem minden ö, sikerszám, mint például most ez a, ez a szám, hogy ö, hiányok vannak, munkerő hiányok, és ez ugye a gazdaságot visszafogja az oldalról, ö, akár jelentősen is, hogy például az iparba ugye elfogadott építési engedélyes társasházak a más törvényi változásoknak megfelelően ott állnak, és egyszerűen úgy kell fogni az alvállalkozókat, sőt egyik építészkivitelező ügyfelünk azt mondta, hogy már nem az van, hogy versenyeztetek, meg hogy 90 napra, 30 napra fizetek, ha előre fizetek, akkor lesz munkaidő. A számokról, vagy hogy, hogy, szerintem hogy jött létre ez a mostani kedvező helyzet, aminek aztán ezt a jellegű foglalkoztatásbeli problémáját megoldani, már az egy, az egy újabb lépcsőfok lesz. Uh -huh. uh, ugye két szám, uh, uh, két ellentétes szám mutatja be a legjobban szerintem a mai helyzetet, az, hogy mennyi embert foglalkoztatunk, és mennyit nem, ami meg a munkanélküliségre állta. Én nagyon kíváncsi voltam arra, hogy ugye a 2010-es uh, akkori kormányváltáskor az, új, az az új felálló kormány azt mondta, hogy egy millió embert fogunk foglalkoztatni, Szíven ezt nagyon szerette volna, meg, meg azt gondoltam, hogy ez egy jó irány, hogy megszabni valahol nagyon fent a célt, mert mert akkor volt is honnan. De úgy, ö, úgy a, a józan paraszt meg nehezen tudta ezt elhinni, hogy ez megléphető, megcsinálható. KSH adat, tehát bízunk benne, hogy az valós. 2010-ben 3 millió 700 ezer. Környéki volt a foglalkoztatottak száma, 17-es zárás az 4 millió 4, közel 700 ezer uh -huh. a különbség. Szerintem ez óriási tény, főleg úgy nézzük, hogy 1998 óta, tehát a 10 előtti múlt, és ebbe benne voltak mindennyian, tehát kársa adat, nehogy azt gondoljuk, hogy pártok munkáját elemezzük. Mindig ez a 3 millió 6, 3 millió 8, 3 millió 9 10-re 3 millió hét, tehát ez ilyen stagnált volt, akiket hivatalosan be tudtak vonni a munkaerőpiacra. Adná például az 1 milliót, hogy elérjük a 700 ezeres növekedésre, a választ egyből a, a mi szintünkön Lacival, hogy na akkor a közmunkaprogramból azt a 300 ezer embert, ha én is jól sejtem, már, már, már be átvezetni a, a tényleges munkaerőpiacra. Szerintem ez hosszabb folyamat. Tudom, hogy sokan bírálják, meg lehet is benne biztos bírálandót találni, de én alapvetően egy tisztán a segélyezésre irányuló foglalkoztatási program, vagy segélyekből nem foglalkoztatunk programhoz képest, akkor is egy sokkal jobb lépésnek gondolom ezt a a ideiglenes megoldás, a munka becsületét adjuk, meg nem akarom, a szolgálja neked, de hogy mégis egy más jellegű dolog, mint hogy otthon ülök, segélyre várok és próbálok állást keresni, vagy, vagy találkozok emberekkel, így. <kül> a, másik, a, munka, a munkanélkülség ráta, ez pedig két szám, tehát 2007-ben válság előtt volt, 7-8 válság tombolása alatt, 10-ig felment a 13 százalék környékére, ott, ott is maradt 12 százalékig ilyen 2013-ig, és a, a most e, e, márciusi, tehát első negyedéves adat 3,X, tehát már 4 százalék alatt van. Azt hiszem, hogy szám szerint amúgy a, ezek a, a regisztrált nem dolgozók, nyilván most a szürkére szerintem nem elég a az adási idő, az egy ilyen 190 ezer. Ember. És még egy dolog van, ugye, mert a kérdés feltevésedben az volt, hogy sok pénzt kínálnak, és ehhez mm, bizonyos ágazatokban, nyilván főleg, ahol a hiány van, ehhez azért a, a vállalkozók, legyen az multinacionális cég, közép, kisközép magyar vagy nagyvállalat, stb. a legkisebbik, azért a, a munkaadó az mindig rafinált, tehát ő is annyit kínál, mint amit a piacon kell, de ugye erre azért van egy kormányzati eszköz, hogy amennyit lehetséges látunk, a, meg ahogy látjuk, hogy tudjuk szorongatni a bevétel termelő vállalkozásainkat, úgy emeltetjük velük a kötelező minimálbért. És ugye ennek is köszönhető, hogy jelentősen növekedett, erre nem gyűjtöttem adatot, de emlékszünk, jelentősen növekedett az elmúlt tíz évben a, a kötelező minimálbér, most egy hiány szakmában, meg nyilván e fölött. Milánkos, tudunk te, kinálni. Igen. igen tehát a, ezek tehát, ugye folyamatok is. A folyamatok, számok, ezek tényeként is kezelhetők, bár nyilván a tények mögött is vannak árnyalatok, mm. meg a KSH sel mindig minden szempontból vizsgál, de nyilván a leginkább használható adat és leginkább elfogadható adat. Azt mondjuk jók a számok, szuper, akkor 700 ezer ember szereztünk valahonnan a piacra, így vagy úgy vagy amúgy. Mm. Lehet, hogy még, bocsánat, de fájó tény, hogy mind, nincsenek előtt. orvosok, tehát iszonyat orvosi hiány van, iszonyat építőipari munkás hiány van, iszonyat agrármunkás hiány van, tehát ettől ezek még tények maradnak sajnos. Tehát akkor ezek szerint ez is kevés volt, tehát még kéne szerezni embereket. Na most ennek kapcsán azt mondom, és ez tényleg most ilyen öröktől való. De előtte nem volt. Csak értem? értem, hogy, 8-10 év az amúgy nem olyan sok idő. Persze, világos. Most... És ez, ez, így változott azután. Én értem, de várja, a... amit pont ezzel függ össze, hogy kérdezni akarok, hogy, hogy az öröktől való kérdésem az lesz, amire a nézők lehet utálni fognak, de hogy mi van akkor, hogyha ezek a makrogazdasági, kormányzati és egyéb intézkedések, amikről részint beszéltél is, megérintettél is számokra őket mondjuk, tegyük fel azt, hogy fogadjuk el, hogy ilyen szempontból jók, mert ilyen számokat mutatnak. Mi van, hogyha a kapcsolatrendszernek a másik végén van a probléma, tehát mi van, hogyha az egyén, a magánember, mondjuk egy, nem mindenki élvényes ez értelmszerűen, de mondjuk egy részük azt mondja, hogy egy büdös a munka, menjen akinek katonja van, tehát a, 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 annak idején egy nagyon jelentős 80 egyes, kettes uh, telesportos Kopecki Lajos által kivitelezett interjúban mondta a akkori főfrai szurkoló, akit megkérdezték, hogy miért nem dolgozik, hát mondta, hogy vissza, visszakérdezett, hogy tudja, melyik keres most egy mázoló a ha mondta, mondta nekem, hogy 3000 forintot. És azt mondta, hogy annyira főse évedek, Tehát uh, nem jobb volt munkanélkülnek lenni. Na minden, nem mindenki olyan, mint ez a jeles fiatalember volt, de hogy mi van, hogyha másik végén is van probléma? Tehát a, hogy például a magyarok? Uh, esetleg némelyik egy kicsit lustább, mert hiszen ezzel a kis pénzért, ezzel a 150 200 elég sokat vár el az a bizonyos, vagy ezek a bizonyos üzletláncok, tehát ott az elég keményen kell dolgozni, ami ez lehet, hogy neki nincs kedve. Tehát mondjuk a közmunkával lehet, jobban el van abban a 30 perces söprögetésben, és lehet, hogy nem olyan rávás a különbség a, a két bevételi összeg között. Egy, kettő. Mi van, hogyha amúgy lelkes, szolgalmas jó ember, de ő nagyon nehezen vált. Nagy, nagyon, nagyon nehezen vált olyan tekintetben, hogy ne azt csináljam, hogy addig is már 15 év ezt csinálom, ehhez legalább valamelyest értek. Igaz, hogy csak egy év lenne átképezni magam, de hát az nem biztos, meg izé. Igaz, hogy most keres mondjuk 110 ezer forint nettót havonta, és mondjuk szakásként kereshetne 400 et egy gyakorlatilag egy másféles átképzéssel, és biztos, hogy lenne munkája, mert iszonyat hiány van a vendégáltóiparban is. De nem, nem akarja vállalni. Akkor a más, vagy a harmadik szempont, hogy mi van, hogyha, még ezt is vállalná az illető, vagy szívesen vállalja, hogy másba kezd, feladja addig életét ilyen szempontból, és másba kezd, de pont amiről beszéltetek, a mobilitási kedve az gyakorlatilag a nullaval egyenlő, tehát nem akarja hagyni azt a Kis település, nem akarja elhagyni ezt a nagy települést, nem akarja elhagyni ezt a régiót, nem akar a fővárosba menni, nem akar a Dunántúra menni. Egyszerűen nincs kedve hozzá, ide köti a családja, a barátai, a szülei, a mindenki, és ezért nem lépi meg. Tehát e, ilyenfajta problémák is lehetnek, hogy a, hogy a nagy makró tényezőkön túl az egyén szintjén is, meg a hozzáállás szintjén is lehetnek problémák, és ebből is akadhat nyilván nem csak ebből, de ebből is akadhat ez a, ez a kínzó munkaerőhiány. Azt hát, szinte mindent el is mondtam, amit tudtam, így is átadnám, hogy ö, akkor mondjak egy negatívumot, ami, ami a mai helyzetnek a generálására szerintem azért ott volt. Volt egy, még most meg nem mondom mikor, a 2000-es évek előtt egy, egy, egy ilyen hurá optimizmusból fakadó, de úgy tűnik ma, manapság úgy tűnik, hogy elhibázott oktatáspolitikai lépés, hogy hogy na, rendszerváltás megtörtént, egyetemeink vannak, korábban szűk jutottak be az emberek, mindenki legyen diplomás és érettségivel rendelkező. Ugye jelenleg ma azt látjuk, hogy, hogy, hogy a, a, kimondott szakmákba vannak hiányok, és ezek nem kell, hogy középfokú végzettséggel rendelkező Persze. szakmák legyenek. <hül> Tehát tele voltunk frissen végzett valamilyen egyetem, mi végzettség, ugye munkahogyi menedzsertől, kezdve mindenféle Nagyon menedzser, marketing persze. menedzser, ami nem biztos, hogy annyira életszagú volt, nem mindenkinél, de, de ugye hirtelen jóval nagy volt a kibocsátás ezekből, meg sok csak életségivel rendelkezőből. Ennek a, én szerintem ez az, az egyik, hogy vissza kellett volt erre a általam is, én is tagja vagyok a, a Vállalkozók Országos Szövetségének, ott Demián Sanyi bácsi mondta mindig azt, hogy a munka becsületét vissza kell adni. Volt egy próbálkozás az, azt hiszem 5 évvel ezelőtt, abban a munkacsoportként vagy nem vettem részt, viszont a, beszámókat beszámolókat hallgattam, tehát ennek köszönhető az az átalakítás, hogy kevesebb lett a sima érettségi tanuló gimnázium, és hogy először szakma, és utána az érettség, de elértem, hogy az nehéz. Mobilitásba amúgy meg Végülis Laci mondta, hogy vannak helyek, amikben piszok mobilak vagyunk, mert ugye nincs szakács, elmentek orvosok, nagyon sokan elmentek. Véletlenül itt nem versenyképes a fizetés ahhoz képes. De hogy, és, és, vannak olyanok, olyan dolgok, amik más európai országokban, ahol ennek már nagyobb hagyománya van, tényleg, amit mondták, hogy na, van annyi tartalékom, inkább egy évet átképzett vannak, tehát nálunk ennél még mi fontolva haladóbbak vagyunk magyarok. Én nem gondolnám azt, hogy hogy népség, de ez amúgy egy adekvált választ lehetne csak le a munkavállaló és részéről, azt csak itt az enyémbe keveset fizetnek, most nem a kereskedelemre gondolok, bármit, mondtan, sem minden, de itt meg folyamatosan mondják a hiányt, Akár térítésmentes ókáig OK képzés, milyen próbálnám meg. Köszönöm. még gyűrű reflektálva, ugye az alapvető probléma, nem is a, 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 azt gondolom, hogy abban volt, hogy túl sok diplomás, bocsátott ki a magyar felsőoktatás, hanem hogy általában a középszintű, meg a felső oktatás eltávolodott az élettől, a valós Én. igényektől, a munkától, és nem volt azzal le. gond, hogy Ingen. mennyi diplomás kerül uh -huh. ki, azzal volt a gond, hogy olyan mérvű, túlsúlyba kerültek teszem azt a bölcsészek, miközben a műszaki képzés nagyon elhanyagolódott. Hogy ez már problémát jelentett, és ugye most ne, a kérdés miatt ne menjünk bele ugye annak a részleteiben, de valóban, amit forszíroztál, hogy a szakmunkának a, a becsülete az milyen csorbát szenvedett az elmúlt évtizedekben, hát azt ugye most tanában próbálják helyre kopácsolni, hát ugye ez abszolút tény. A Csaba kérdésére válasz, amit én gondolnék, ugye ez a 7,8 százalék, ami ma, mint munkanélküli tömeg jelenik meg. Ugye hát ott be kell vallanunk, hogy ezeknek az embereknek egy jelentős része olyan, mint hát elnézést a, az a magyar futbalista, aki azért nem sikerült megfelelnie egy nyugati klubba, mert, mert hát az edzéseken sem tudta teljesíteni az elvárásokat. Tehát, Sajnos be kell vallani, hogy vannak olyan honfitársak, akiknek probléma azt a három-négy legfontosabb alapszabályt is betartani, amit azért minden munkáltató elvár. És sajnos ez a helyzet nem is biztos, hogy fog változni, mert ez nem oktatáspolitika, vagy nem ok képzéseknek a kérdése, hanem ilyen sokkal mélyebb társadalmi-szociális probléma. Itt olyan helyzet van, hogy ezen szerintem már nem nagyon fog ö, 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 alakítani senki emberfia az a illető meg, aki beéri a, a nagyon kevéssel, vagy esetleg hajléktalanként, vagy mert kiesik a szociális ellátásba, azért falu helyen rengeteg ilyen is van, aki még a közmunkába sem tud elmenni, hanem elmegy feketén napszámba dolgozni. Sajnos szerintem ott én nem látok túl sokra, mint arra, hogy ez, hogy ez, a, hogy ez a csoport visszavezethető bármilyen munkáról piacra, pont azért nem, mert ha meg, már megtehetné ebben az időszakban, és most sem teszi meg. Egy Talán másik is beszélünk, a közmunkások is egy... fogják megoldani. Amúgy. Meg egy jelentős részük azért sok helyről hallottuk, nyilván nem hivatalosan, de nem hivatalosan tudjuk azt, hogy sok kisebb településen gond az, hogy egyszerűen nem tudok munkát adni a közmunkásoknak, mert nincs mit. Na ez egy. Pont erre akarok Csabi téveszteni. Oké, hogy hivatalosan munkás, Aha. de egyébként hm. nem. Hogy te ugye nem. Az, az lenne hm. egy irtózatosan nagy megoldandó feladat, hogy euh, még egy Debrecen szintű városban, euh, vagy Debrecenben, mert sajnos olyan fajta beruházások, mint amik Debrecenben megvalósulnak, azt kívánom, hogy bár minden megyeszékhely, meg nagyobb város ezt elmondhatná magáról, de Debrecen egy kivételezett helyzetben van. Ö, itt már lassan ö, a, 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 tőkevonzó képessége a városnak függ attól, hogy sikerül -e olvasolni a, 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 munkaerő hiányt, mert befektetendő tőke jönne, csak már lassan ö, kifogyik a, a munkaügyi, vagy, vagy munkaerőtartalékokból a város és az agglomeráció. Viszont megyünk Debrecentől 30 kilométert, 40 kilométer. Elmegyünk, minkább most nem bivalva, mehetsz. Igen, pont akarta mondani egy település megsejtő, hogy a nem teljesítem. Ott... Uh, ahol meg ott van 200 ember, úgy, hogy gyakorlatilag, amit mondtál, hogy 200-an sörik az a árapartot, és most ebbe semmi költői túlzás nincs, nincs, mert nyilván el tudnak menniük még a, 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 a falu határába, a önkormányzati földre paradicsomot is kötőzni, de jó, oké, okay, munka kéne. Hogy, hogy az ő helyzetüket hogyan sikerülne orvosolni, hogy az a kevés is, aki még belül dolgozna, hogy annak meg tud adni az állam minden támogatást, hogy ő, ő maga akarja annyira, hogy vállalja a többleterheit. Hát én, én azt nem hiszem, hogy aki ebben tényleg akarna megoldást, az, az ma nem talál. Én amennyit látok a világból, azért azt, azt észreveszem, hogy az állam részéről ma igenis ö, 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 megvannak azok a csápok, amelyek segítenének ezeket az embereket behúzni a munkaerőpiacra. Egyébként maga a munkaerő hiány az nem magyar sajátosság igen, Orbán Viktornak 2010-ben az nagyon túlzónak tűnhetett az az ígérete, de azért persze, és, és, nagyon jó, hogy ez teljesült, természetesen tegyük hozzá, hogy ez nem Orbán Viktor egyedüli érdeme, hanem annak az európai, sőt világ konjunktúrának, aminek a kellős közepében vagy már a vége fele vagyunk. Egész Európában rekord alacsonyan van jelen pillanatban a munkanélküliség, de még ez is hatalmas eltéréseket mutat. Csehországban 4,5 százalék, Görögországban még mindig 20. Igaz, hmm. hogy ott csökkent a legtöbbe. Döbbenetes 20 ot ott, ott már feltételezhetjük, hogy nagyon sokan vannak úgy, hogy nem akarnak dolgozni. Nem, 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 igen. Nagyon sokan vannak úgy, hogy nem akarnak dolgozni. És még egy válasz. Engem, ami nagyon bosszant, ahogy a keresteket említetted, de hát ez persze megint egy ilyen történelmi probléma, hogy ma Debre, akár Debrecenben, de inkább mondjuk úgy, hogy Kelet-Magyarországon ugyanazért a munkáért 100 000 forinttal kevesebbet. Meghozkáztatom, nettó 100 000 forinttal kevesebbet mondható, keresni, nyugodtan. mint Budapesten, nyugodtan. Vagy, nyugodtan. vagy, vagy hmm. a Dunántúl nyugati északi területén, talán csak a Dél-Dunántúl. És nem csak a fizikai mert. munkára érvényes, hanem mindenre. 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 Igen. Sőt, e, ez az alsó határ majd, hogy nem a 100 forint. A ez a legkisebb. igen. igen. Amikor, milyen minél megyünk kvalifikáltabb munkák felé, az annál van a jobban a jobban, így, így van. van. Hát ez, ez nagyon érdekes itt a... Ami gyújt, Na de itt, akkor minket, minket minket megyünk a, a Dunántúra, tautóját, hogy... rá, ugye? Mert mi is itt szígyük az embereket, hogy hát miért nem mozdulnak. Mi meg itt tűnünk már, de... 25 éve, és nem mozdulunk a Dunántúr felé, ahol meg sokkal jobb a de, a de, de mozdulnak az emberek, tehát Jó. Mert nem csak egy józan paraszti tény. Autópályán hazafele jövett Budapest, 90-es évek vége, 2000-es évek ele, jó, nem is olyan sokáig volt a autópálya, érezhető volt, hogy meddig tart a budapesti agglomeráció, tehát a bejáró, tehát ez nagyon közel, a Beres egyház környéke, tehát ilyen 10-20 kilométer. Ez most az elmúlt 15-20 évben már odáig fajult, hogy gyöngyösből, gyöngyösről simán bejárnak Budapestre, mert ott, és akkor ugye nincs az a többletköltség, mert nem Budapesten lakik, vásárol be, stb., hanem, hanem eljár, ez most hogy kompenzálja a bejárás költség, nem tudom, de van egy, van egy olyan része, ahol látjuk azt, hogy tudnak mobilak lenni, a, a magyar munkavállalók mert elmennek külföldre is. Ez, ez amúgy szerintem nagy kérdés, csak én, én amúgy erre én nem tudom a választ, hogy jelenleg Jó, hát hogy lehet visszacsávítani őket. Hogy vissza te kell el, ebben a pillanatban. De hogy mobilak az... tudnak lenni, a magyarok csak nem abban a tudatos, hogy átképzem magam, vagy. Ezért a munkája. De, de, de azért bejárásban van. De még van egy fontos Jó, de én akkor is azt látom, és én ezt csak erőltetem, mert ezt látom sok esetben magam körül, hogy ha nem is más szakmára képzed át magad. Magyaroknál általában egy egyszerű munkahelyváltás, ugyanabba a szegmensbe maradva, uh -huh. és őrült nagy ö, fejfájás, problémát ö, és nehézséget okoz. De minden, minden szegmensben, uh -huh. tehát teljesen. Ugye én is olyan ember vagyok, tehát én magamról beszélek most. Uh -huh. Ami biztos, a tudti. Tehát van két söröm itt az asztalon. Sisi. Azt mondja nekem, hogy figyelj, tesó, ha ezt, ezt most itt hagyod, ezt is ezt megcsinálod, akkor könnyen lehet, de nem biztos, hogy öt söröd lesz. Akkor hát azt fogom mondani, jó esélye, hogy mm, jó ez a kettő. Nem jó az öt, de az több, de ne, ez, bizt, ez itt van előttem, itt kérem szépen, köszönöm szépen. Nem tudom, mennyi volt érzékeny a példa nagyon nehezen mozdunk, és nem is biztos, hogy kell mozdulunk egyébként, mert a, a másik, amiről mi nem beszéltünk, hogy nem tudjuk, meddig tart ez a szárnyalás. Tehát azért jó, jó, oké, okay, most minden szuper, meg megy, meg, minden, meg, de ezt nem tudjuk. Ugye volt már válság nem olyan régen, amit megértünk. Bármikor lehet még egy húttyanás, és akkor például az építőipar fog leginkább húttyanni, például, ahol most a legtöbb mindig előszörre. először, mindig esik el. Tehát nyilván ez legyen, meg, meg Isten mentsen tőle, de lehet olvasni már olyan szakvéleményeket, hogy nem is olyan távoli jövő fog ez bekövetkezni, és akkor az még nagy hatással lesz sok mindenre. Tehát lehet, hogy az dönt jól, aki úgymond kitart, marad. Ugyanakkor viszont most van egy lehetőség, amikor a nagyon-nagyon sok munkavállaló jobbá tehetni az életét, financiálisan több többre vihetni. Nem beszélve arról, hogy, és tényleg az a legvége, az utolsó kérésem, hogy, összesen három, szerintem három fajta szempont van, amit egy munkánál meg kell vizsgálni. Nincs több jellemzően, ami fontos lenne. De három megbecsülés létezik összesen, ami, ami releváns. Nem fontosság is, olyan mondom, anyagi, az pusztán a pénzről, szóval az világos. Szakmai, hogy olyan helyen vagy, hogy, hogy oké, okay, hogy nem olyan jó a pénz, de szakmailag reggeltek tudsz fejlődni, teszed, gyűjtöd magadba abba a szakmába azt a millió információt, és egyre jobb leszel, és ezt érzed. A harmadik meg egy emberi bizalmi tényező egyszerűen, bíznak benned, jó ott lenni, megbecsülnek, ez a három mit kell sokat teljesülni? Szerintem most nem, nem sok olyan nézőnk van, aki azt mondhatná, hogy az ő munkai mind a három teljesül. Én azt tudtam mondogatni, hogy Magyarország olyan ország, hogy ha egy teljesül, akkor már jó, jók vagyunk, tehát az, az már egy, az, egy nagyon ö, kegyelmi állapot. De a legtöbb magyar munkahallamok az a vélemény, akárhol beszélek velük, hogy, és minden ilyen szakmában dolgoznak, hogy hát mindegyikkel van a problémáik. És mégsem vártanak. Mikor most itt a lehetőség. Na szóval ezt még így a végére. Hát az, hogy jelenleg nagy a munkahely kínálat, az, az egy ke kellemes dilemmát is magával hoz, hogy többen dönthetnek úgy, hogy akár kevesebb pénzért is, de nagyobb szakmai fejlődésért, illetve olyan munkai környezetért, ami nem stresszel őket agyon, mert azért azt ne felejtsük el, hogy ahol, tehát az a, a munkahely elég ritka, ahol sok, pénzt lehet keresni, de még cserébe állandóan megyék mm, is az emberi De Természetesen, de nagyon sok a kevés pénzt lehet keresni, és még cserébe is te Olyan, viszont nagyon sok a egy hogy... <sínt> Amire úgyhogy egymás, <sínt> olyan kevés vonal a veredetek, a vállalat, fejlődsz, mint az állat, és még tovább is Igen, Erről beszélek. Igen, szerintem most jelen pillanatban többen vannak olyan helyzetben, lehet, akik már előtte jó kémelőzták magukat, hogy inkább a kevesebbért vannak egy kicsit stresszmentesebb, vagy kevesebb lesz járó uh -huh. környezetben, de hát itt meg a lehetőség azoknak, akik még most akarják megalapozni a következő húsz évüket, azoknak meg hajrá. Jó, Jó lega... egyébként még annyi, bocs, utolsó Gyuri, te jössz, köszönöm, meg bármit ja. mondhatsz, nyugodtan, csak a, még annyi, hogy még van egy, még van egy jelenség, amit még be akarnék vezetni, szinte megint a munkavállalók oldaláról ö, kereskedem, hogy egy picit meg, még néha azt is érzem, hogy sokat akar a szarka. Tehát pályakezdő fiatalok egészen érdekes fizetésényekkel <laughs> lépnek föl, amit én megmondom, meg, meg, hogy meg, szintén teljes mértékben megértem a munkadókat, hogy azért ő a mert én magam is, hogyha olyan helyzetben voltam, hogy kasztingoltam embereket, hát bizony azért mondjuk egy, 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 egy bizonyos, amúgy elismert szakmába eltöltött 20 nagyon komoly melóval járó év után lehet annyit keresni, amit ő zöld, létére, tojás helye a fenekén, és gyakorlatilag az első naptól elvárna, ami azért egy érdekes konstelláció. Ez egy objektív tény, tehát ez, és szerintem ez mindig így volt, legalábbis ami én szóval. láttam, vagy én is így felvételiztettem, szerintem csak a tapasztalat hiánya, tehát aki már dolgozott, eltöltött a munkaerőpiacon bizonyos időt, ő tudja, hogy mennyi az, amit reálisan lehet kapni 200 kapott önéletrajzból a pályakezdő, és beírtuk, hogy nem is szükséges felsőfokú végzettség elég a közép, ott dupla igények is voltak. A másik, ami érdekes, amit mondtál, hogy mitől jó egy munkahely, és mondta hogy fontossági sorrend nélkül sorolt fel, elsőre mondtad a, az anyagit, ha, most ezt a, 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 a múlt évszázad második felébe azért szanaszét kutatták szociológából, azt hiszem, hogy mászlói piramis is a neve, ha olyan még van, a így van, igen. és ott például pont ez jött ki, és állítólag most is ugyanúgy tanítják, tehát, hogy ugyanúgy viselkednek az emberek, hogy a, az anyagi megbecsülés nagyon fontos, de amiket utána említettél, a, a szakmai megbecsülés, az emberi megbecsülés és az ottani hangulat, tehát az, hogy amúgy Kösz, jól vagyok, ez kell az anyagi is, az feljebb van a piramisnál, vagy ez így együtt. De hogy nem tisztán az anyagi szokott dönteni, ez kutatott tény hát, e, ja, persze. és valóság. Persze. És amúgy uh, még egy rövid komment, hogy a, 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 a médiumokból, ugye a leggyakrabban arról szólnak a főcímek, hogy ez az áruház ennyit kínál, ez meg ennyit, és mekkorák a bérek uh, nem ez amúgy a, 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 a fő motivum, néztem egy kimutatást, kereskedelemben 14 kal növekedtek a bérek az elmúlt években, a művészeknél, stb. 30%-, mert hogy most mondjuk ott, ott nagyon rossz voltak a fizetések igen, igen. Színész beszélt életében azt tudja, hogy igen és, a most, és, és most normálizálódik a helyzet, talán van, de, a de nem csak csak olyan aprók hogy nem, lá, igen, nem igen, látok odáig, de a kereskedelem igen. nyilván az mozgatja az egész ö, ö, gazdaságot a kisbolttól a nagyboltig ö, és az eladás és gyártás, az már nem kereskedelem bocsánat, de el kell adni persze de azért a a, a, médiumok főcímeibe, hogy, hogy arra harapnak Ez egy könnyen érthető hír, hogy na az abetűvel kezdődő multiáruház többet kínál, mint az I betűvel, vagy L vagy nem tudom melyikkel. Nem pont ez. Nyilván azt a tendenciát jelzi, hogy ott is munkaerőhiány van. Igen, de egyébként meg ha most csinálunk egy kis próbát a legvégére ha most Magyarországon átgondolod azt, hogy mi kell egy teljesen átlagos, de normális élethez, ez rögtön gyorsba lefektettem, tehát kaja jut, van, rezsit biztonságot ki tudod fizetni, ha vannak hiteleid, azt vissza tudod törleszteni, szakni, havonta kb. 20-30 ezer forintot, illetőleg évi egy nyári nyaralásra el tudsz menni akár külföldre is, nyilván nem fető balira, de valami közelebbi célpontba, illetőleg havonta egyszer moziba vagy színházba ellátogatsz, vagy meccsre. Tehát körülbelül ez lenne az az életmód, nagyon egyszerűsítve, ami, ami, ami mondjuk azt mondhatom most, hogy átlag vagy annak egy ez a szerint, középosztály tisztességes középosztálybeli középosztály 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 középosztály. Alacsony közé, inkább, de mondjuk ez. Ehhez most mennyi pénzt kell nettó Magyarországon szerintük? Családosként? Tehát Igen. a gyerek -gyerek mi, mi, van. Tehát, ö, van, azért... van. tehát <coughs> a klasszikus családmodellt használjuk, két gyerek, és te vagy a családfő, akinek el kell tartani a, a családot. Nyilván az asszony is keres, de, akkor kezdem én, mert akkor én tettem fel a kérdést. Én azt mondom, lehet, hogy azt fogja mondani, hogy ez hülye a kedves nézők, de én azt mondom, hogy 500 ezer forint nettóba. Hogy ezt megtudjam. A fel. háztartásban. E, nem, nem, nekem. nekem. Tehát vegyük azt, hogy a feleségem hazahoz egy, tegyük fel egy teljesen mm -hmm. átlag vagy átlag bért. Mert olyan munkatanár mm -hmm. vagy olyan, 120 ezer forintot. A az gyerekek az ha csak a mobiltelefon költségeket, meg a net uh -huh. költségeket, meg a tévécsatora költségeket, meg a iziket beszámolod, meg a tankolást, most nem akarom végigmondani, de gyakorlatilag az nincs. Az, 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 van, csak az úgy az úgy kihullik, hogy az gyakorlatilag megszűnt, tehát az az, az az, összeg. Tehát onnantól kezdve, kezdjünk el élni, ahogy most nézszerű reklám mondja, kezdjetek el élni, na de na de, na de miből? Hát tehát úgy, akkor hogy... lehet, hogy sokat mondtam, de te mit gondoltam? Hát abban a tekintetben szerintem nem mondtál sokat, hogy ugye azért tegyük már hozzá, hogy a jövőt is építeni kellene. Ó, tehát a 20-30 ezer. Puff neki. Tehát az az, 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 az nem, nem majd, hagy, nem nem 50 ezer forintos félretevé, mennyi az 12, az 600 ezer forint egy évben. Jó, én most csak mondtam. Tudom, Tudom, csak, csak no, tovább, A legtöbb magyar ennyit sem tud Tehát aki most falun él, és teljesen reménytelen számára, hogy, ö, hogy ö, gyűjtsön a holnapnak, az azt mondja, hogy nettó 150 ezer forintból meg tudok élni. Uh -huh. Aki város ilyen urbanizált ember, és esetleg szeretne valami vagyont is felhalmozni, az, az közeli. Tehát 4 500, a nettó 4-500 ezer forinthoz úgy, hogy ne ö, mondjuk a utolsó cigi elszívás, akkor jöjjön neki össze mondjuk 70 éves korába a... így van az a pénz. Gyuri egy számot kérnék meg? Mert... E, valami hasonló járt a fejembe. én nálunk ugye három gyerek plusz egy déli van, tehát így, akár nagy családosnak mm. is e, vagyunk mondhatóak, igen. Én azt hittem, hogy a kérdésed úgy lesz, hogy milyen állást szeretném, én akkor egyből mutattam, hogy ott szeretnék ülni. Jó, akkor köszönöm, hogy itt voltatok, és megígérem Gyuri, hogy csinálom majd olyan helyemre. Köszönöm, hogy itt voltatok, a nézőknek köszönöm a figyelmet, minden jót is És Köszönjük.